Tisztelettel köszöntök minden érdeklődőt az idei első virtuális űrakadémia klub rendezvényünkön. Én Székely Anna Krisztina vagyok, a Magyar Asztronautikai Társaság, röviden MANT titkárság vezetője. A MANT Magyarország legrégebbi és legnagyobb űrkutatási egyesülete, tagjaink között szakemberek és laikus érdeklődők egyaránt vannak. Ismeretterjesztő tevékenységünket igyekszünk minden korosztályra kiterjeszteni. Az iskolásoknak űrtábort, diákpályázatot szervezünk, és rendszeresen részt veszünk nagy ismeretterjesztő rendezvényeken is. 2015-ben szerveztük első űrakadémiánkat a 18 és 35 év közötti fiataloknak, és ennek egy kiegészítésére hoztuk létre az űrakadémia klub előadássorozatot, ami azóta is. Szeretném bemutatni mai előadónkat, Szentpéteri Lászlót, aki az emberes magánűrhajózás aktualitásairól fog beszélni. Az előadás ideje alatt a Facebookon várjuk a kérdéseket. Szentpéteri László első találkozása az űrtechnikával 1989-ben történt, amikor tudományos segédmunkatársként kezdett dolgozni a FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában Pencen. Itt programozóként, rendszergazdaként dolgozott, és részt vett a műholdak lézeres követésében. Tagja volt annak a csoportnak, amely Magyarországon először használt GPS geodéziai célokra. 1992 óta üzletfejlesztési kereskedelmi területeken tevékenykedik technológiai iparágakban. Dolgozott többek között a világ két legjelentősebb ipari precíziós GPS gyártójánál, az amerikai Trimble-nél és a japán-amerikai Topcon-nál. A világ első nagy felbontású távérzékelési műholdjai gyártó amerikai Space Imaging-nél, illetve Magyarországon a műholdas kommunikációs eszközöket fejlesztő BHL Born Hungary-nél. Jelenleg egy norvég cég munkatársa, amely felmérő hajók és tenger alattjárók számára fejleszt navigációs és térképező szonárokat, illetve akár 6 kilométeres mélységben is használható kábeleket és elektronikát. László szabadidejében ismeretterjesztéssel is foglalkozik. Első cikke még a Föld és égben jelent meg 35 évvel ezelőtt. A nyomtatott lapok közül napjainkban az Élet és Tudománynak, illetve az Aero magazinnak rendszeres szerzője. 2002-ben megalapította az Űrvilág web magazint, amelynek 2007-ig főszerkesztője is volt. 2000 és 2003 között dr. Magyari Béla elnöksége alatt a MANT főtitkár volt. Köszönöm szépen. Krista, annyit segítsen, hogy jó ez a hangerő, ugye? Tökéletes. Köszönöm. Akkor jó estét mindenkinek. Köszönöm szépen a bemutatást, és akkor a címet látjuk, személyi szállító magánűrhajók szuborbitális és orbitális pályára. Én bele is vágnék itt rögtön, ha a technika is úgy akarja. Röviden a programról, hát először beszélünk majd az aktualitásokról, aztán bemutatom a tisztelt érdeklődőknek az első, azt a két eszközt, amelyik szuborbitális pályán talán a legelőre haladottabb állapotban van. Utána megismerkedünk kicsit a Crew Dragonnal és a Starlinerrel, amik ugye földkörüli pályára készültek, és a végén egy picit megpróbálom összefoglalni, hogy hol tart ma az űrturizmus, de csak a mai, illetve a nagyon közeljövő helyzetével foglalkoznék, mert igazából ez a kérdés most megkerülhetetlen. Mi adja a témának az aktualitását? Hát az, hogy dübörög a bulvár, tehát mindenféléket lehet olvasni. Lehet olyat látni, ugye, hogy kilőtt az űrvállalat részvényeinek az ára, írja az egyik portál, majd ugyanez a portál egy héttel később, hogy komoly veszteséget hozott össze az űrutazó cég, írja ezt ugyanarról a cégről. Lehet olyat olvasni, hogy jövőre lendülhet föl az űrturizmus, hát ezt mondjuk már sok-sok éve olvassuk, de amit érdekes, hogy ez nagyságrend, hát egy nap hiány egy évvel ezelőtt jelent meg, és ugye akkor most van a jövőre. Tehát látszik, hogy mindenki, vagy nagyon sokan úgy érzik, hogy 2021 lesz az űrturizmusnak az adventje. Aztán olvashatunk arról, hogy Tom Cruise is a világűrben fog forgatni, vagy hogy, hát ugye van itt azért olyan gyönyörű mondat, rakétát juttatott az űrbe, a Virgin Orbit műholdakat is vitt. Hát ez a hír így nem feltétlenül korrekt. Szóval
van sok mindenről szó, és igazából az én célom ezzel a mai előadással az lenne, hogy kicsit rendet tegyünk ebbe a talán káoszban. Krisztina elmondta az elején, hogy a MANT tagjai között, és ilyenért találhatók amatőrök is, meg hivatásosan, hivatásszerűen tevékenységgel foglalkozók is. Ez igaz a hallgatóságra is. Igazából az a tapasztalat, hogy amíg az űrakadémiák valódi rendezvények voltak termekben, addig csak a nagyon vájtfülűek és vájtszeműek jöttek el az előadásokra, de amióta ezt a bezárt világot éljük 11 hónapja, azóta nagyon sokan részt vesznek ilyen előadásokon, nem csak nálunk, más típusú csillagászti űrkutatási előadásokon, hogy a téma érdekel, de talán annyira mégse, hogy napi, heti, havi szinten ezzel foglalkozzanak, pláne, hogy mondjuk elmentek volna emiatt egy rendezvényre. Tehát ilyen értelemben elég nehéz meghatározni a hallgatói kört, illetve az előképzettségét, az ismereteit az illetőknek. Tehát én arra próbálnék vállalkozni, hogy aki erről a témáról most hall először, annak is legyenek itt új információk, de próbálok az olyannak is adni, akik rendszeresen olvasnak erről a témáról. Ehhez viszont megkerülhetetlen, hogy legyen némi definíció az elején azért, hogy egy dologról beszéljünk, illetve a mélyen tisztelt hallgatóknak, nézőknek nagyjából egy információ minimuma legyen. Nem lesz sok definíció, megígérem, összesen 6, 4 plusz 2. Az első négy az maga az előadás címében benne is van. Ugye azt mondtuk, hogy személyszállító, magánűrhajók, szuborbitális és orbitális pályára. Tehát akkor miről fogunk beszélni, miről nem fogunk beszélni. Mivel személyszállító űrhajókról van szó, ezért nem nagyon fogunk beszélni a teherűrhajókról. Lesz egy pont, ahol ez megkerülhetetlen, a wide-fülűek nyilván tudják, hogy miért, de alapvetően nem tervezem azt, hogy hosszasan beszéljek az orosz, az európai, japán, amerikai teherűrhajókról. Aztán a következő, ez a magánűrhajó kérdés. Na, ez már egy izgalmasabb dolog, mert ugye ezt mostanában mindig hozzátesszük, ezek magánűrhajók, és talán nehezen érthető, hogy mitől magánűrhajó, hiszen mondjuk az első három amerikai űrhajót, ugye itt lentről fölfele a Mercury-t, az egyszemélyes Mercury-t, a kétszemélyes Gemini-t, illetve a Holdhoz induló háromszemélyes Apollókat is magánvállalatok építették. Itt a McDonald, meg a North American Aviation, a Rockwell, ezek össze-vissza átalakultak. Ami lényeges, hogy ezeket az űrhajókat a NASA rendelte meg, és a NASA tulajdonába is kerültek. Ezek soha semmi más feladatot nem láttak el, mint hogy a NASA űrhajósait szállítsák, és ha úgy tetszik, hogy összehasonlítjuk mondjuk egy forgalmi engedéllyel, akkor ugye mind az üzemeltető, mind a tulajdonos az lett volna bejegyezve, hogy NASA. Na most a Crew Dragon és a Starliner, ugye a SpaceX-nek, illetve a Boeing-nak a földkörüli pályára szánt űrhajóinál, az az érdekes, hogy ezeket azon túl, hogy ez a két magáncég építette, és nyilván a NASA nagyon kemény felügyelete alatt, illetve műszaki definíciói alapján, ettől függetlenül ezek az űreszközök az ő tulajdonukban maradnak. Ezeket a NASA egy-egy útra kibérli. Nyilván csak ezért nem érte volna meg ezeknek a cégeknek fejleszteni, még úgy, hogy ezért a NASA is fizetett nem kevés pénzt, de ők próbálják majd ezeket hasznosítani. Tehát itt a magánűrhajó definíciót azt én azt gondolom alapvetően a tulajdonosi kör határozza meg. Mindig magánűrhajók, ugye a SpaceX készít most egy Starship nevű fantasztikus szerkezetet, de erről sem lesz szó, egyrészt azért, mert ennek ugye alapvetően a célja nem a szuborbitális repülés, vagy az orbitális, ami a mai előadás témája, hanem a Marshoz, a Holdhoz való repülés. Másrészt az előadók kifejezetten kérték, hogy aktualitásokról beszéljünk, tehát az idei évről, meg esetleg 2022-ről, nagyon messziről ne menjünk tovább. És hát itt igazából nincsenek meghatározva még mindig jelentős mérföldkövek, tehát nem tudjuk azt, hogy például ez a szerkezet mikor fog akár 100 km magasra fölugrani. Ehhez képest Elon Musk azt mondja, hogy 2024-ből már a Marson lesz, hát meglátjuk. Én azért ennél szkeptikusabb vagyok. A következő dolog, amit meg kell határoznunk, kicsit ez a definíció, hogy szuborbitális repülés, meg orbitális repülés. Talán emlékszünk a középiskolából, hogy ugye van egy ágyunk, amivel ellövünk egy testet bizonyos sebességgel, nyilván az vissza fog esni valahol, minél nagyobb sebességgel indítjuk, annál messzebbre fog jutni.
aztán eljön egy olyan sebességérték, amikor pont úgy esne, ugye, a Föld felszíne fölött, ahogy a Föld felszíne aztán görbül. És tulajdonképpen körül esi a Földet, ettől a szabad eséstől lesz egyébként a belsejében csökkent gravitáció, amit ugye súlytalanságnak nevezünk. Most ez a sebesség a Föld felszínén, ez 7,91 km/s, ami ugye 28.500 km/h. Ez azt jelenti, hogy 40.000 kilométeres földkerülettel számolva nagyjából másfél óra alatt rohannánk körbe a Földet, ami azt jelenti, hogy ha ezt autópályán adnánk elő, akkor 218-szoros sebesség túllépést érnénk el. Tehát ez az orbitális repülés. A nem orbitális, a szuborbitális pedig az, amikor meg se próbáljuk ezt a bizonyos orbitot, tehát a Föld körüli pályát elérni, ez azt jelenti, hogy egy szuborbitális üreszköz fölösleges ilyen sebességre gyorsítani, a szuborbitális üreszközök azok általában a maximum 5000 km/h gyorsulnak. Ami persze sok, de hát a 28.500-hoz képest elhanyagolható. És akkor még egyszer, nem, tehát a SpaceX-nek a Starship-ről nem lesz szó, de ezek után az Orionról sem, hiszen az meg a Holdhoz készül. És akkor most egy kicsit mélyebben, hogy azért lássuk azt is, hogy itt egy tervezési szempontrendszer is felmerül, tehát teljesen más egy repülőgépet tervezni, mondjuk egy utasszállító repülőgépet, egy nagysebességű repülőgépet, egy rakétarepülőgépet, vagy egy űrhajót, illetve űrállomást. És én összeraktam itt egy táblázat, hogy nem mennék végig az összes adaton, mindenki tud olvasni. Igazából itt az a lényeg, hogy van egy egyes faktor az első, a második és az utolsó sorban, ahol az utasszállító repülőgépek tipikus repülési magasságát tekintjük egy egységnek, sebességét tekintjük egy egységnek, és lehet látni, hogy mondjuk az SR-71-es stratégiai felderítő repülőgép az 2,5-szer ment gyorsabban az utasszállító gépeknél, kb. 2,5-szer magasabban jutott, 3,5-szeres sebességgel. Fontos látni, hogy itt ennek a szerkezetnek már a külső része a súrlódás miatt, a légkörű súrlódás miatt 300 fokra elült. Aztán vannak az űrugró szerkezetek, amik följutnak 100 kilométerre, ezek olyan 1,4-2 km/s érnek el, tehát az utasszállítógépek sebességének az 5-7-szeresét, ezek közül, ami vastaggal van szedve, az a 7, az az X-15-ös rakéta repülőgép, amelyik előtt éppen a világ első Holdra lépő űrhajósa látható, aki ugye repült ezzel a szerkezettel. Na, ennek a külseje már a visszatéréskor 700 Celsius fokra melegedett fel. És aztán a keringési pályán nyilván ott ezt a bizonyos 7,8 km/s-ot kell tartani, vagyis az utasszállító repülőgépek sebességének a 28-szorosát. És ha megnézzük a gravitációt, a csökkent gravitációs időszakot, ez azért fontos, mert az űrturizmusban ugye ez egy ilyen selling feature, szóval ilyen, ez az egyik ok, amiért az emberek vesznek jegyet, hogy akarják érezni a súlytalanságot. Tehát ugye egy utasszállítógépen, ha szerencsénk van, akkor nem nagyon érezünk súlytalanságot. Egy űrugrásnál ez maximum 5 perc. A Gagarinnak ugye ez több mint egy óra volt az első földkörüli útján. Tehát nagyon komoly különbség van az eszközök tervezésekor abban, hogy minek kell megfelelniük. És akkor az utolsó két definíció közül az egyik, tehát az ötödik definíció, űrhajó vagy szuborbitális jármű, tehát űrhajó az, ami földkörüli pályára vagy naprendszerben lévő célpontok elérésére készült, mindenképpen rendelkezik valamilyen szintű védelemmel a kozmikus sugárzás elviselésére, képes valamilyen szinten a pályamagasság változtatására, mivel ugye dokkolni is szeretne, ezért képes a térbeli helyzetét nem csak mérni, hanem befolyásolni is, és a visszatéréskor felmerülő extrém hőterhelést, ezt az 1500-2000 Celsius fokot elviseli. Egy szuborbitális jármű, azt természetesen nem is erre készül, innentől kezdve tulajdonképpen ezeknek a feltételrendszereknek nem is felel meg. Ez egy óriási különbség, ha a dollárba fejezzük ki, akkor ott a millió dollároknál a több nullát jelent ez a különbség. És akkor az utolsó definíció, ez a hol van a világűr határ, és kit hívhatunk űrhajósnak. Ez egy érdekes kérdés megint, hogy aki űrturista,
lesz, az vajon űrhajós lesz-e. Hát ebben mai napig nincs egységes állásfoglalás, ez visszavezethető az 50-es, 60-as évek hidegháborújára, nem mennék bele ebbe részletesen. Az amerikaiak eredetileg, ha úgy tetszik, az amerikai légierő 80 kilométert tekintett az űr határának, ahol ők már rakétarepülővel feljutottak. Mivel ilyen kísérleteket anno a Szovjetunió nem nagyon csinált, ezért ők a körülbelül 200-at, mert ők azt mondták, hogy az az űr határa, ahol már tartósan lehet keringeni. És hát aztán vannak ilyen köztes definíciók is. Az űrturizmus szempontjából valamiért most a 100 kilométert tekintik ilyen határnak, tehát aki 101-re jut, az űrturizmus szempontjából magát már űrhajósnak tekinteti. És akkor jön az utolsó definíció, hogy aki az űrhajós, az előzőből sejthető, hogy akit kozmonautának hívunk, tehát orosz-szovjet elnevezése van, ők azt mondják, hogy aki keringési pályára jutott, az amerikai légierő, a NASA szerint az, aki akár 80 km magasra feljutott. És akkor van egy ilyen kiegészítés, hogy az előadó, vagyis hát szerintem, tehát én nagyon jó indulatú vagyok, tehát én azt mondom, hogy aki egy üzemanyaggal feltöltött rakétára ráül, amit meggyújtanak alatta, és azt mondják neki, hogy ez most nyugalom, ez egy irányított folyamat, nem lesz itt semmi probléma. Hát azt én űrhajósnak tekintem, tőlem 50 kilométer magasra is mehet. Itt van kísérőnek néhány űrkatasztrófáról felvétel, hát lehet nézni a jobboldali képen, itt középen nagyon érdekes, hogy két néző éppen egymást szelfizi háttérben a rakétával ahelyett, hogy magát a robbanást nézné. De hát ilyen világban élünk, tehát fontosabb, hogy a szelfin ott legyen a rakéta háttérben. Ismerkedjünk meg a Virgin Galactic-nak a szuborbitális járművével. Ez egy nagyon érdekes szárnyas szerkezet, amit egy anyarepülőgép, egy dupla törzsú anyarepülőgép visz fel kb. 15 kilométeres magasságra. Ott körülbelül olyan 0,8-0,9 makkos sebességnél oldja ezt le, és utána ez a szerkezet rakétával gyorsít. A Vmax, tehát a maximális sebességet azt a leoldásnál 70 másodperccel éri el, ami olyan 3 mach, tehát a hangsebességnek a háromszoros. Ebből nagyon sok példa, vagy több felszállás volt már, viszonylag jól muzsikált ez a szerkezet. 2 évvel ezelőtt ugye sikerült elérni a 100 kilométeres magasságot. Nézzünk néhány képet így most pihentetőként egy kicsit, ugye sok táblázat meg adat után, tehát itt látjuk a dupla törzsű anyarepülőgépet, az egyik oldal, a másik oldal, a 4 pilóta közül 2 ezekbe foglal helyet, illetve középen van a tulajdonképpen a sikló szerkezet, maga a szuborbitális jármű, ami másik 2 pilóta ül. Látjuk a felszállás pillanatát, ez egy jó nagy szerkezet, tehát ennek 140 lába fesztávolsága. Itt alulról látjuk, hát aki több hajtóműves repülőgépet vezetett, az ugye el tudja képzelni, hogy ez egy rémálom, ha ennek egyik oldalon hajtómű leállása van, egy borzasztó asszimetria léphet itt föl, de hát ilyenre szerencsére nem volt példa. Látjuk a szuborbitális jármű leoldásának a pillanatát. Nyilván az anyarepülő az ilyenkor hajtóműves, normál hajtóműves leszállás hajt végre, mint egy utasszállító repülőgép, és a leoldástán ilyen 1-2 másodperccel indítja a szuborbitális eszköz a hajtóművét. Ez már a fedélzeti kamerának a felvétele. Lehet látni, itt egy ilyen nagyon érdekes vezérsík rendszer van. Ugye ez az emelkedés fázisában nagyjából így párhuzamosítva van, talán itt lehet jobban látni, a baloldali képen talán jobban lehet látni, párhuzamosítva van a törzsel, minimális ellenállás érdekében. És aztán, amikor elérte a repülés tetőpontját, vagy akkor onnan ugye egy visszaesés van a légkörbe, ahol szeretnék, ha a hasát mutatná a sűrűbb légkörnek, és hogy ebben a helyzetben stabilan zuhanjon, ezt a vezérsík rendszert, amit ők ilyen federnek vagy tolnak neveznek, ezt felfordítják, ebbe a helyzetbe esik lefelé a repülőgép, ez a siklógép, majd amikor már bent van a sűrű légtérben, és az aerodinamikai kormányok már fognak, tehát hatásosak, akkor ezt visszacsukják, és ebből a pozícióból történik egy sikló repülés és leszállás. A következő képen egy borzalmas, tragikus epizódot látunk. Ennek a programnak a fejlesztése során 2014. október utolsó napján ez az Enterprise nevű repülőgép
ez egy normál leoldást követően 9 másodperccel gyakorlatilag darabjaira szakadt. Sajnos Ellsbury, aki az első tisztult a jobb ülésbe, ő volt a gépet nem vezető pilóta, ő sajnos szörnyet halt. Peter Siebold, aki a gépet vezette és egyben a parancsnok volt, ő szerencsésen ejtőernyővel földet ért. Hát ez maradt a földön, emlékeim szerint ilyen 50 km hosszú sávban találtak darabokat, amik így 15 kilométerről leestek. Ugye van egy kis bulvár, mondtam, hogy bulvár is lesz azért. Hát erről aztán egy fantasztikus képsorozat jelent meg. Ugye ez a két kép érdekes még, mert itt ugye a gyújtás pillanatát, illetve a gyorsítás elejét látjuk. Hát itt rögtön közölték, hogy itt biztos felrobbant a hajtómű, amire amiatt gyanakodtak, mert hogy új volt a hajtómű, és hogy katapultált egy ilyen furcsa kabinban a pilóta, mármint az egyik. Robbanás nem történt, semmi felrobbanás nem volt, ez a szerkezet szétszakadt, és a pilóta nem katapultált, mert ebben az eszközben nincs katapult, ejtőernyőjük van. Szerencséje volt, gyakorlatilag saját maga is azt mondta, hogy egyszerűen széthullott körülötte a repülőgép, ő az üléssel együtt zuhant. Aztán itt úgy van megoldva a szerkezet, hogyha ez az ülés távolodik a kabintól, vagy az utas távolodik a kabintól valamiért, akkor van egy drót, kötél, az elindít egy nyomásmérőt, és ez a nyomásmérő meghatározott magasságon, vagy hát alacsonyságon, ahol már sűrűbb a levegő, tehát lehet nyugodtan lélegezni oxigén nélkül, ott automatikusan nyitja az ernyőt, ő az automatikus ejtőernyő nyitásnál tért magához, tehát egyszerűen irgalmatlan szerencséje volt. Hát az NTSB természetesen vizsgálta, hogy itt egész pontosan mi történt. Nem tudom, mennyire látszik a képernyőn, remélem igen, ugye a pilóta fülkének látjuk egy részét a parancsnokkal, illetve az első tisztel vagy másodpilótával, attól függ, hogy a polgári vagy a katonai kifejezést használjuk. És itt van két... Még egyszer... Az az érdekes, hogy én azt hiszem, hogy tudok, tehát én látom az egeremet mozogni. De ezek szerint mégsem egy ki. Nem baj, mert szerencsére ez volt a B-terv, tehát vannak ott ilyen nyilak, ott lehet látni a zöld nyílnál egy 2 darab ilyen kis kék markolatot, a piros nyíl fölött meg 2 darab szorosan egymás mellett lévő ilyen, hát talán homokszínű markolatot. Az a kék indítja el a tollakat a emelt helyzetbe, és az biztosítja a pirossal jelölt világosabb színű két kar. Most annyi történt, hogy ez a jobb oldalon ülő úriember, ez 1,4 Mach helyett már 0,92-nél kibiztosította a rendszert, azzal, hogy ezt a világosabb pirossal jelölt kart ezt hátra húzta, onnantól ugye a kék kar, az élesítő kar is lefele mozgatható, és tekjükre ott egy olyan állásszög volt, aminél így, hogy nem volt biztosított helyzetben a rendszer, tulajdonképpen ez a toll képes volt kiszívódni, vagy felszívódni saját magától, és onnantól kezdve a megnövekedett légerők azok 1,1-1,2 machos sebességnél ezt az egyébként 3 machra tervezett szerkezetet széttépték. Egyszerűen azért, mert az állásszög a levegő mozgás irányához, tehát a légijármű mozgás iránya a levegőhöz képest, tehát olyan állásszöget adott ki, amire ugye nem tervezték. Tehát gyakorlatilag ő ottan darabra hullott, itt a fedélzeti kamerákon lehet látni, ahogy ez végig futnak a repedések, mielőtt szétesik a szerkezet. A másik szuborbitális pályára tervezett az a szintén amerikai Blue Origin-nek a szerkezet. Ez egy sokkal talán azt mondanám, hogy konvencionálisabb eszköz. Ez egy egyfokozatú hordozó rakéta, amelyikkel elindítanak egy kabint. Itt fölül látjuk a kabint, ez egy viszonylag tágas kabin, és ez emlékeim szerint 40 kilométeres magasságig, most nem mernék erre megesküdni, működik. Utána leoldják a kabint, amelyik ugye a tehetetlenségénél fogva még emelkedik, és aztán ezen az emelkedő áteső pályán van a súlytalanság. Érdekes, hogy a hordozó rakéta az saját maga rakétás fékezéssel visszatér lábakra, hasonlóan a SpaceX-nek a rakétájához, a kabin a turistákkal pedig ejtőernyővel landol.
Az első ilyen repülése 2015-ben került sor, az utolsóra pedig a múlt hónapban, ami a 14. volt. Talán érdekes nézni azt, hogy mire lehet itt körülbelül számítani. Hát ugye egy lila négyzettel van keretezve a teljes repülés, az olyan 600-nál valamivel több szekundum, tehát egy 10 perces repülésről van szó, amelyikben a piros nyilak mutatják a rakétahajtómű leállásának a pillanatát, a sárga az azt a pillanatot mutatja, amikor elválasztják a, bocsánat, átforgatják a szerkezetet egy stabil helyzetbe, ott van egy ilyen túlterhelés, ami fölmegy 4G-ig, ott egyébként a 0G-ről, és aztán itt a pirossal, a jobb felső ábrán a pirossal keretezett rész pedig az, ahogy ezt a szerkezetet ugye forgatják, stabilizálják, nyílik az ejtőernyő rendszere, hát ott ugye az 1G-től fölfele vannak ilyen ütések, amit az utasok élvezhetnek. És ezt azért tettem föl ezt az ábrát elsősorban, mert hát mindenki el tudja dönteni, hogy egy 11 néhány perces olyan repülésért, amiben mondjuk van, itt lehet látni körülbelül 220 szekundum súlytalanság, meg egy kis rángatás előtte, mögötte, azért szívesen fizetne $200,000, vagy ezt a pénzt inkább másra költené. A legutolsó repülés, mondtam, januárban történt, gyakorlatilag teljesen hibamentes automatikus repülés volt egy próba bábúval, akkor most megint kicsit pihenünk. Itt egy gyönyörű felvétel egy drónról, ahogy emelkedik a rakéta januárban a 14. útján. Itt pedig a kabin belsőben látunk egy babát, akinek majd ugye a helyén egyszer emberek lehetnek, vagy ember lehet. Nagyon tágas kabin, 15 köbméter a térfogata, amire ugye van 6 fő, ez rettenetesen nagynak számít, azt kell, hogy mondjam. És a leszállás a hordozórakétája jobb oldalon, illetve a kabin ejtőernyővel a bal oldalon. Nos, hogy áll ez a két program jelenleg? Ezek a legelőre haladottabbak. Jelenleg úgy tűnik, és ugye azért mondani, hogy egy kis bulvár, mert itt a néhány celeb nevét is összeszedtem, akik befizettek már utakra. Tehát jelenleg úgy tűnik, hogy a VSS nevű szerkezet a Virginnek az talán az idei év végén, vagy jövő év elején szállíthat először turistákat. Ehhez még jelen tervek szerint vagy kettő, vagy három útnak van hátra. A New Shepardnél, miután ez a januári teszt ez sikeres volt, most a következő repülést emlékeim szerint ezt áprilisra tervezik, akkor már teljesen berendezik a kabin, tehát ott lesz az információs rendszer, ami az utasok rendelkezésére áll, majd augusztusban lenne egy második repülés, ahol egy új szoftvert tesztelnek. Hát sokan teszteltünk ugye új szoftvert, szóval hogy abból aztán mi lesz, nem tudom, de hogyha az sikeres, akkor elben utána már mehetne utasokkal. Az biztos, hogy az első úton Richard Branson, aki ugye a Virgin Groupnak a vezetője, ott lesz a VSS Unity, tehát a szárnyas szerkezet esetében. Inkább itt látunk neveket, mert a New Shepard esetben nem hoznak nyilvánosságra neveket, hát itt lehet látni, hogy Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Rihanna, az Ashton Kutcher volt az 500. jegyet átvevő ember, a Katy Perry, aki szereti, hát nem tudom, tehát hogyha már nem lesz a Russell Brand a férje, akkor lehet, hogy érdemes ráhajtani, mert ő vette meg a férjének a jegyet, tehát ők úgy repülnek ketten, mind a kettőt a Katy Perry fizette, de hát a Brad Pitt és a két Winslet is az utasok között van, akik hajlandóak ezért az útért $250,000 fizetni. Lényeges különbség, azt lehet látni, hogy a szárnyas szerkezetnél ott két pilóta van, és ők visznek magukkal utasokat, míg a New Shepardnél gyakorlatilag nincs pilóta, tehát az egész folyamat automatikus. Hát ezt is mindenki eldöntő, mibe bízik jobban. Jó, akkor most beszéljünk, de én hagy puskázzak, elnézést, mert nézem az órámat, beszéljünk, tulajdonképpen elértünk az előadás második felének az elejére,
tehát most jön az orbitális rész. Ugye eddig voltak az űrugrások, most jön az orbitális, tehát a föld körüli keringésre tervezett magánűrhajók témája. Ezt nem lehet megúszni anélkül, hogy egy picit bele ne tekintsünk a NASA kereskedelmi teher, illetve kereskedelmi szerénszállító űrhajó programjába. Még 2008-ban írta ki a NASA a kereskedelmi teher szállító űrhajó programot. Ennek ugye az volt az oka, hogy tudták, hogy az űrrepülőgépek le fognak állni, és kell valami, amivel ellátmányt szállítanak a nemzetközi űrállomásra. Végül is két győztest hirdettek, a SpaceX a Dragonnal, és az Orbital Sciences, a Cygnus nevű teherűrhajóval vett részt ebbe a tenderben. Az első ugye 1,6, a második 1,9 millió dollárt kapott. Elkezdték a fejlesztéseket, tulajdonképpen a SpaceX az végig gyorsabb volt, az összes fontos mérföldkövet nekik sikerült előbb megugraniuk. Az ő szerkezetüket látjuk ott középen kékkel bekeretezve, középen felül az ISS Visiting Vehicles alatt. A bal szélen van a Cygnus, és pirosra be van keretezve csak így az összehasonlítás véget az orosz Progress. Ezeket a szerződéseket aztán a NASA még kibővítette további 8 Dragon és 2 Cygnus megrendeléssel. Tehát ez volt a 2008-as CRS-1 program. Ezt követően 2014-ben írták ki az úgynevezett Commercial Crew programet, tehát a kereskedelmi személyszállítási programot, amelyet a Boeing és a SpaceX nyert. A SpaceX azt mondta, hogy a Dragon teherűrhajó továbbfejleszti Dragon 2-vé, aminek két verziója lesz a Crew Dragon a személyszállításra és a Cargo Dragon a teherszállításra. A Boeing pedig gyakorlatilag a nullából kifejleszti a CST-100 Starliner nevű űrhajót. A Musknak a cége ugye 2,6 milliárd dollárt írt a papír aljára, a Boeing meg 4,2 milliárd dollárt, de utána gyakorlatilag ezt az összeget praktikusan megtuplázták a fejlesztések alatt, mert látszott, hogy különben ezek a szerkezetek nem lesznek kész. Tehát egy 1,8-1,9-szeres költségtúlépés volt mindkét oldalon. Igaz, hogy ez már tartalmazta a 6-6 repülést is. Itt lehet látni, hogy a Boeing az bő 9 milliárdba, a SpaceX-é pedig 5,6 milliárdba fáj az amerikai adófizetőknek. Érdekes volt, hogy itt nevezett egy harmadik amerikai cég, egy nagyon innovatív Dream Chaser nevű ilyen lifting body, tehát egy emelőtestes vagy felhajtóerőt termelő testű szerkezettel, de ebbe akkora technológiai kockázatot láttak, hogy végül velük azért nem kötöttek szerződést, mert kvázi műszakilag túl jó volt az ajánlat, csak azt mondták, hogy nincs ennyi idő, nincs idejük ennyit várni, ez biztos, hogy csúszni fog ez a program. Most nézzük meg nagyjából, hogy ez a két szerkezet, ami végül befutott, a SpaceX-nek a Crew Dragonja és a Boeing-nek a Starliner, ezek körülbelül hogy viszonyulnak egymáshoz. Hagyományos hordozó rakétával, mondjuk mintha hagyományos, tehát kémiai hordozó rakétával indul mindkettő. Itt a Falcon 9-esen, a bal oldalon a Falcon 9-esen a Crew Dragon, és a jobb oldalon pedig az éppen az Atlas rakétáról leváló Boeing Starliner a popsijára illesztve ezzel a Centaur nevű gyorsító fokozattal. Ez azt jelenti, hogy mind a két cég olyan hordozó rakéták, illetve gyorsító fokozatot alkalmazott, aminek már komoly múltja volt. Ez mindenképpen egy fontos tény. Egyszerűen azért, mert ez ugye lehetett a biztonságot fokozni, a költséget pedig valamilyen szinten alacsonyabban tartani. Fontos látni, hogy ezeket a szerkezeteket mindkettőt elsődlegesen automatikus repülésre tervezték, teljesen automatikus repülésre. Ezt akkor tudjuk értelmezni, ha azt mondom, hogy most a Soyuzok, amikor a nemzetközi űrállomáshoz repülnek, akkor korábban kettő, most már folyik az a fejlesztés, hogy hamarosan akár egy űrhajóssal is tudnak repülni. Ennek ugye pont az űrturizmus miatt van jelentősége, hiszen ha teljesen automatikus a Starliner meg a Crew Dragon, akkor elvi szinten akár űrhajós nélkül is repülhet csupa amatőrrel. Erre volt a válasz
az oroszok részéről, hogy úgy átalakítják most a Szojuszt, hogy egyetlen hivatásos pilóta tudja vezetni, és akkor ott majd két hely lesz űrturistáknak. Lehet látni, hogy mind a két eszköz nagyjából azonos tömeg, olyan 12 tonna, mind a kettő tipikusan 4 fővel repül, de ha valami mentési feladat van mondjuk a nemzetközi űrállomásról, akkor 7 főt tudnak szállítani, 10-11 légköbméter az átmérőjük. Én az mindig el szoktam mondani, főleg ugye most, miután az ESA meghirdette az új űrhajós programot, amiben először vehetnek részt magyarok, mert ugye az ESA összes tagállama részt vehet innentől, amiről egyébként majd, ha Kriszta nem felejti el a végén, biztos megemlékezik, hogy hétfőn lesz a MANT-nak egy tájékoztatója több meghívott résztvevővel, hogy ez mit is jelent. Úgyhogy akit izgat, az majd gyújjon erre hétfő este, hát ha tud jelentkezni űrhajósnak, annélkül, hogy a zsebébe kellene nyúlni. Viszont itt rögtön van egy olyan paraméter, amit én szoktam mondani, tehát aki klausztrofóbiás, az ne jelentkezzen űrhajósnak. 4 fő, nagyjából 2,5 légköbméter, hát ugye ez egy ilyen normál méretű mellékhelység mondjuk egy házgyári lakásban, tehát az egyszer-egyszer 2,5 vagy 2,70 körüli magasság, tehát aki nem bír egy ilyen térfogatba több napig ellenni, az azért ne erőltesse ezt a dolgot. Fontos látni, hogy ezek az űrhajók többször felhasználhatóak. A Boeingot eleve úgy tervezték a Boeingnak a Starliner-ét, hogy 10 alkalommal legyen felhasználható. A Crew Dragont azt úgy tervezték, hogy egyszer először űrhajósokkal repül, és utána teherűrhajóként használják fel újra. Mostanra a NASA engedélyezte, hogy ez ne így legyen, az eddigi eredmények okán, úgyhogy a jövőben már a Crew Dragonok is repülhetnek, használt Crew Dragonnal lehet indítani űrhajósokat. Ha megnézzük a pilótafülkéknek a képét, illetve az űrruhákat, ugye a Crew Dragon felirat alatt a Crew Dragon és a Starliner alatt a Starliner kabinja látszik. Lehet látni, hogy a Boeing a jobb oldalon az egy sokkal konzervatívabb szerkezet, rengeteg kapcsolóval, tehát aki szeret repülőgépekbe, autókba matatni, annak inkább ez a típusú szerkezet való. A Crew Dragonban emlékeim szerint kevesebb, hát néhány tucat, szóval most megint nem akarok ostobaságot mondani, de biztos, hogy 100 alatti, még az is lehet, hogy 50 alatti a különböző gomboknak a száma. Ott érintő képernyők vannak, amik az űrruhához tartozó kesztyűvel is kezelhetőek. Mind a két űrruhával szemben elvárás volt, hogy mindössze 10 kiló legyen a súlyuk, és a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb mozgásszabadságot adjanak. Lehet látni azt, hogy sokkal futurisztikusabb a SpaceX-nek a szerkezete, a Crew Dragon. Ott egyébként egy sorba ülhet négy, hát majdnem egy sorba ül a négy űrhajós, a középső két ülésen a parancsnok és a pilóta. És akkor a következő ábrán pedig lehet látni a két szerkezetet úgy méretarányosan összehasonlítva. Itt az űrkabin mondjuk úgy, hogy nagyjából a piros vonal fölött, bár a Crew Dragon itt a jobb oldalon van esetében, ott azért van egy kis ilyen műszaki egység is. Amit érdemes nézni az az, hogy mind a két rendszernél, ahogy már mondtam, majdnem dupla ár cédula szerepelt a történet végén. És hát mivel én tudom, hogy van egy nagyon masszív SpaceX rajongói klub tulajdonképpen Magyarországon, meg ugye van a média is, azért leszokták ezt csontozni, tehát azt szokták mondani, hogy hát a Boeing az sokkal drágább, ami igaz, de hát ez azért van, nem tudom, hogy Boeing az lop, mert a Boeing az túl nagy szervezet, vagy éppen azért, mert Elon Musk a SpaceX élén, ő nem elég éhes. Én azért azt gondolom, hogy ez a kép megint kicsit árnyaltabb, tehát a világ az soha nem fekete és fehér. Az egyik az, hogy a Boeing szerkezete, ha majd egyszer tud normálisan repülni, akkor azért 10%-kal nagyobb belső térfogattal rendelkezik, több árut tud visszahozni a nemzetközi űrállomásról. Tehát nem pont alma-alma a két szerkezet. De nyilván ez a plusz 10% egy duplárat még nem indokol. A Starlinert eleve úgy tervezték, hogy 10 újbóli repülésre legyen alkalmas. A SpaceX a Crew Dragon nem így tervezte. Egy űrhajós repülésre tervezte, és néhány teher repülésre, ami azt jelenti, hogy alapból oda nem terveztek be különösen nagy
tűrésű eszközöket, nagy elvárású eszközöket, tehát a tervezési szempontrendszer is más volt. Aztán nem szabad elfelejteni, hogy a Boeing a nulláról építette ezt az űrhajót. Nyilván vannak benne olyan elemek, amiket átvettek saját műholdjaikból, de azért a SpaceX, a Crew Dragon mégiscsak a Dragon bázisán hozta létre, ez még akkor is igaz, ha ez már arra nem hasonlít, de mégsem a nulláról kezdték a fejlesztést. Ugyanakkor az igaz, hogy a Boeing az biztos, hogy egy rugalmatlanabb, óriási szervezet, ami általában magasabb működési költséget jelent, ami nyilván megjelenik az árban. Még egy dolog, ami nem szerepel a felsorolásban, az pedig az, hogy azért azt se felejtsük el, hogy itt a SpaceX volt abban a helyzetben, hogy neki kellett piaci részesedést vásárolni. Ugye valaki valamit el akar adni, és még nincs a piacon referenciája, hát akkor neki alacsonyabb profittal kell számolni, majdnem egy pesties kifejezést mondtam, de mondjuk maradjunk inkább ennél. A Boeing azért nagyon régóta ott van a személyzetes repülőgép, máshogy nem, ugye a Rockwellen keresztül, amelyiket felzabált, amelyik az űrrepülőgépeket készítette annak idején. És az utolsó pont, az átvezet a következő diához, ugye ez a részvényesek versus Elon Musk. Ne felejtsük, hogy a Boeing az a tőzsdén kint lévő cég, tehát ott nagyon erősen beleszólnak a részvényesek abba, hogy mi legyen, illetve folyamatosan mozog a részvények értéke. A SpaceX-ben az Elon Musk-nak jelentős tulajdonrésze van, a cég nincs kint a tőzsdén, nem nagyon lehet tudni ott, hogy a pénzügyek hogy mozognak, és ezért ő megteheti azt is, hogy akár más cégeiből pumpál bele pénzt. Tehát egyszerűen azt akarom mondani, hogy nem hasonlítható össze ez a két történet. Én nem féltem természetesen a Boeingnak a vezetését, félreértés ne essék, de azért arról sincs szó, hogy Elon Musk az egy szent lenne, és nem elég éhes. Az, hogy egyébként, hogy egy cég kint van a tőzsdén, az mit jelent? Hát arra fölraktam egy ábrát így kikapcsolódásképpen, ez a Boeingnak a részvényei, 2018, nem tudom én, elejétől, második negyedévétől, emlékeim szerint ez valamikor január közepén, január elején töltöttem le, tehát hogy odáig. Lehet látni a fekete az illesztett görbe, a kék pedig az ingadozások, tehát a tényleges görbe. Zölddel és pirossal jelöltem különböző dolgokat. A zöld azok ilyen ütésszerű események, ami puf, megtörtént, és annak van egy hatása a részvényárfolyamra. A pirosak pedig különböző bejelentések, amik általában ezekhez a zölddel jelölt eseményekhez kapcsolódnak. Ugye a Boeing az egy repülő és külipari cég. Ott látszik a két Boeing 737 Max légi katasztrófa, a Lion Air és az Ethiopian Airways. Lehet látni, hogy ahogy ezek megtörténtek, ott van egy enyhe részvényesés. A két zöld nyíl között ott van egy piros, az a 2018 decemberi bejelentés, amikor a balesetvizsgálatra, tehát az NTSB elsődleges jelentésére hivatkozva az amerikai légügyi felügyelet, az FAA, az azt mondta, hogy leírta, hogy ők azt látják, hogy tulajdonképpen ez az MKS rendszer, ami a katasztrófáért műszaki oldalról felelős volt, ez akár, ha nem nyúlnak hozzá, 15 légi katasztrófát is okozhat a következő 30 évben, tehát az volt ott a mélypont. Onnan aztán elindult fölfele ugye a részvény, és akkor jött az Etiópián, akkor megint zuhant egyet, akkor úgy lötyögött, hiszen javítgatták a problémákat, megfelelő kommunikáció volt, az illesztőgörbe az itt szépen beállt olyan, tudom én, $350 körül, és akkor jött ez, hogy a Starliner egyről, majd lesz később szó, nem egészen úgy működött a Boeingnak az űrhajója, hogy ezt tervezték. Akkor ott megint elindul lefele, és lehet látni, nagyon durvát esett, tehát közel $220-230 zuhant az érték a Boeingnak, ugyanúgy, mint bármelyik légiiparban vagy légiközlekedésben tevékenykedő cégnek attól, hogy beütött a Covid mondjuk így a nyugati világba, tehát elérte a Covid Nyugat-Európát, illetve Észak-Amerikát. Na, ilyen eséssel például a SpaceX-nek nem kellett küszködnie. Aztán a második vörös az, amikor végre az FAA, aztán utána az Európai Légügyi Hatóság is engedélyezi a Maxoknak a repülését, akkor ott elindult az árfolyam, elérte, vagy átlépett a $200, de akkor a részvényesek ezzel nem voltak, mindig elégedettek, gyorsan kirúgták
a vezérigazgatót, és akkor az utóbbi idők legmagasabb értékére szaladt föl. Tehát egyszer nem lehet, azért tettem ezt csak így föl, hogy nem lehet összehasonlítani egy tőzsdén lévő céget egy olyan vállalkozás, amelyik nincs a tőzsdén. Hogy áll a Crew Dragon program? Hát a SpaceX-é. Tulajdonképpen nyilván csúsztak ők, és minden űrprogram csúszik, de ettől függetlenül azt lehet mondani, hogy egész szépen haladnak. 2019-ben sikeresen végrehajtották, 2019 márciusában egy hatnapos repüléssel, amelyből öt napot az űrállomáshoz csatlakozott a kabin az első személyzet nélküli tesztet, illetve a Demo 2-es repülés, ami az Endeavour-nek elnevezett űrhajónak volt az első útja, ez 2020 október végén Harleyval és Behnkennel, ez 64 napig tartott, ez sokkal több volt, mint amit eredetileg terveztek. 64 nap volt a repülés, ebből 62 napig dolgoztak a nemzetközi űrállomásnál, és ezt követően tavaly novemberben indult a Crew 1, vagy Crew 1, tehát egyes számú személyzetnek nevezett repülés egy új űrhajóval. Az az egyes ott azt jelenti, hogy a Resilience-nek, illetve fölött az Endeavour-nek az első repülése. A nemzetközi űrállomásra az első úgynevezett Operational Flight keretében, tehát már az űrállomást kiszolgáló személyzettel. Ők április végéig, talán május elejéig lesznek fönn, tehát 2021 tavaszáról beszélünk. Hopkins, Glover, ők amerikaiak, a Walker szintén, de a dölt betű az azt jelenti, hogy hölgy, és a Soichi Noguchi, japán űrhajós, egy irgalmatlan tapasztalattal rendelkező japán űrhajós, a negyedik, aki fölment velük. Mik a tervek? Hát ha minden igaz, akkor az Endeavour az április 20-án talán elindul a második útjára. Fedélzetén két amerikaival, MacArthur az ismét egy asztronauta nő, én nem szeretem ezt a női űrhajós, meg női pilóta, tehát szerintem királynő, tehát én az asztronauta vagy űrhajós nőt mondanám inkább, illetve a Hoshide nevű japán űrhajóssal és a Pesquet-vel, aki egy francia, tehát az ESA francia állampolgársági űrhajós, a szintén egy nagyon tapasztalt asztronauta. Ők nagyjából fél évet lesznek fent, és érdekesség, hogy itt már engedélyezte a NASA, hogy korábban használt rakétát és korábban használt kabint indítson a SpaceX. Megvan az ezt követő, tehát a 21 őszén induló személyzet is, amelyben a két amerikai úriember mellett lesz még valaki, nem tudjuk kicsoda, illetve a Maurer nevű német állampolgárságú ESA űrhajós, ami 2020 negyedik negyedévéig lesznek fönt. És utána van két nagyon érdekes sor, ez az Inspiration 4 és az AX1, ezek már űrturista repülések. Talán 2021 negyedik negyedévében egy Isaacman nevű úriember három később megnevezendő űrhajóssal indul. Ennek a repülésnek az lesz az érdekessége, hogy mind a négyen amatőrök. Tehát ilyen korábban soha nem volt. Egyikük sem űrhajós. Négyük közül kettőnek van repülési tapasztalata, elég komoly. Tehát ők, az Isaacman lesz a parancsnok, és akkor lesz ott valaki, aki pilótaként fog dolgozni. De ez egyáltalán azért lehetséges, mert ahogy említettem, ezek az űrhajók úgy lettek tervezve, hogy önálló repülést tudjanak végezni. Ők 2-4 napig lesznek, valószínűleg alacsony földkörüli pályán nem fognak kapcsolódni az ISS-hez. Szerintem a 2-4 nap az azért van így belőve, mert hát azt nem tudja senki, tehát soha nem volt ilyen. És ezek 10 köbméterbe belesznek oda zárva négyen, hogy ezt ők 2-3 vagy 4 napig fogják bírni, ezt nem igazán tudja senki. És talán januárban, tehát egy év múlva indulhat egy másik űrrepülés, ami az Axiom nevű cég hirdetett meg, saját űrhajósával, az a López Alegría, ő egy volt NASA űrhajós, tehát egy NASA veterán, aki most az Axiomnak dolgozik, tehát ő profi lesz, viszont három űrturistát visz magával, lehet látni kanadai, izraeli és amerikai állampolgárokat, ők dolgoznának a nemzetközi űrállomáson. Ez egy 10 napos repülés, tehát jóval több, mint egy hetet lennének fönt az űrállomáson, különböző kísérleteket végezzenek ezek az úriemberek. Például a Stibbe, az izraeli volt vadászpilóta egyébként.
hogy áll a Starliner? Hát ennél sokkal kellemetlenebbül. Ők az orbitális tesztet, ez a második sor, ezt hát nem egészen úgy abszolválták, ahogy azt szerették volna. Egy ilyen bő egyhetes, vagy hát egyhetes repülést terveztek, amit aztán a második nappal be is fejeztek. Ennek az volt az oka, hogy az emelkedés az teljesen rendbe ment, a hordozórakéta, meg a Cantor fokozat az jól működött, ki is jutott a orbitális pályára az űrhajó, viszont nagyon gyorsan észrevették, hogy sokkal több üzemanyagot fogyasztott, mint tervezték. Erre már akkor rájöttek, hogy ott az egyik időzítő az elromlott, és ezért azt gondolta az űrhajó, hogy egy másik repülési szakaszban van. Akkor úgy döntöttek, hogy nem az űrállomáshoz való dokkolást semmiképpen nem kockáztatják meg, mert akkor nem biztos, hogy vissza tudják hozni, tehát marad elég üzemanyag a fékezésre. De hát akkor gyorsan nekiálltak pluszba még, tehát eldöntötték, hogy visszajönnek. De hát akkor még nekiestek újra átnézni a programsorokat. Az elég megdöbbentő, biztos, hogy a nézők között vannak sokan mérnökök, meg akik programoztak, hogy baromi gyorsan felfedeztek egy második hibát. Az első, ugye ez a időzítő elszállt, erre azt mondták, hogy hát ezt észrevették volna az űrhajósok, ha vannak fönt űrhajósok, ők simán hazajöttek volna. A második hiba az egy olyan szoftveriba volt, amiről azt mondták, hogy hát lehet, hogy elégett volna a kabina a felső légkörbe. Azért ez elég durva. Végül is aztán sikeresen lejött az űrhajó, de a Boeing ugye ezt rész sikernek nevezte, szerintem udvariasságból a NASA is, de azért lehet, nézd, tessék megnézni a dátumokat. Másfél év múl különbséggel, ha minden igaz, akkor idén áprilisban megpróbálnak egy ugyanilyen személyzet nélküli repülést az ISS-hez, ami 8 nap lenne, és ha ez rendben lesz, akkor repülhet először személyzet 2021. szeptemberében. Ennek megvan a legénysége, három amerikai űrhajós közülük, egy az a Boeing alkalmazottja, kettő a NASA-é. A MEN ugye dölt betű, tehát ő szintén egy hölgy, és ha ez rendben lesz, ez a személyzetes berepülés, akkor is legkorábban, tehát ha minden klappol, akkor legkorábban a nemzetközi űrállomásra személyzet cserét megvalósító repülésre, akkor is csak 21. negyedévében kerülhet sor. Hát az valószínűleg figyelve azt, hogy az előző repülés a szeptember, hát az lehet, hogy már leginkább csak december lesz. De ezen már lenne külföldi űrhajós, a Koichi Wakata nevű, szintén nagyon tapasztalt, többször a világűrben járt japán űrhajós. És akkor van egy nagyon kellemes hírem, tisztelt hallgatóink, hogy tulajdonképpen lassan elérünk az előadás végére. Egy ilyen gyors összefoglaló, emlékeim szerint 2 darab dia erejéig, hogy tulajdonképpen akkor hol áll ma az űrturizmus, ma, holnap, ahol a holnap mindenképpen, még egyszer mondom, a közeljövőt jelenti. Hát akkor, aki még eddig nem fáradt el, annak most van egy nagyon bonyolult táblázat. Higgyék el, hogy az előadó se élvezte, amíg ezt összerakta, de szerintem azért talán érdekes és szükséges. Kicsit hasonlít egy korábbi táblázatra, ugye az első két sor talán már ismerős, a repülés magassága és a repülés maximális sebessége. Itt viszont a repülés már nem azt a fajta repülést jelenti, amikor mi elmegyünk nyaralni a családunkkal, és sokan ugye így is rettegnek, hanem ez egy olyan repülés, ahol mondjuk valaki fizet, nagyjából én forintoknál maradtam, tehát aktuális dollár árfolyamból átszámoltam, nagyjából 2 millió forintot, tekintsük ezt egy egységnek a jövőben. Ezért befizet egy olyan útra, ahol egy nagy utasszállító repülőgéppel ilyen 10, 15, 20, 25 másodperces súlytalanságokat repkednek vele, ha szerencséje van, akkor 10-szer. Ezért lehet ennyit fizetni, ilyen rövid súlytalanságok, ezek 5-20 másodperc, attól függ, hogy milyen jó a pilóta, mennyire jó a robot, stb. Rövid súlytalanságok ezek, itt a felkészítés az egy néhány óra. Egy következő szint, ezt most az oroszok ajánlják, ha valaki űrturistáskodni akar, hogy egy MiG-21-esbe beültetik, azzal először utánégetővel lehet egy jó kis gyorsítást megtapasztalni, tehát ott lesz egy jó masszív túlterhelés.
fölugranak olyan 15-17 kilométeres magasságig hajtóművel, és aztán onnan még a tehetetlenséggel emelkednek, ameddig sikerül, ennek olyan 20 kilométeren van a maximum, ott van, közben van egy ilyen agresszív átnyomás, tehát ott akkor meg lehet kicsit a súlytalanságot tapasztalni, és utána még benne van egy ilyen vadászgéppel végrehajtott műrepülés. Ez most Moszkva mellett igénybe vehető Potom 8 millió forintért, tehát az előző kaland árának a négyszereséért, ez nagyjából egy nap ott a felkészítés. Utána jönnek az űrugrások, tehát ez a bizonyos Virgin, vagy a, kezdek én is fáradni, elnézést, a New Shepard szerkezet, tehát amíg 100 kilométerre juttatják fel az űrhajost, ugye volt már szó, hogy ez olyan 200-250 ezer dollár, 60-66 millió forint, azaz az első kaland 30-33-szorosa. Hát van az, ki ezért a pénzért ugye inkább két garzonlakást vesz, van, aki meg ezért a 3-5 perces súlytalanságért, illetve azért, hogy mondjuk egy 3 Mach-os sebességet elérhessen, amit vadászgéppel nem nagyon lehet. Talán jelenleg egy típus van, ami ezt meg tudja közelíteni a vadászgépek közül. Részt vehessen egy ilyen. Ott az élmény ugye nem csak a túlterhelés meg a súlytalanság érzet, hanem ott már valóban gyönyörű görbölt földet látunk, fekete eget látunk, és látjuk az atmoszférának a kék csíkját. Ez a repülésre együtt, meg a felkészítésre együtt egy-három nap, és akkor a következő két oszlop tartalmaz két olyan lehetőséget, ami már föld körüli pályán zajlik. Az egyik, erről majd lesz szó, ez egy nagyon speciális ötlet a SpaceX-től, ez 1000 kilométeres repülési magasság, ami ugye a űrállomás, nemzetközi űrállomás repülési magasságának a 2,5-szerese, a repülőgépek repülési magasságának a 100-szorosa. Ez azért érdekes, mert ilyen magasan az asztronautika történetében a Holdra közlekedő Apollo űrhajókon kívül csak a jól emlékszem, a Gemini 11 járt. Itt ide el lehetne menni, 2-4 napot ott eltölteni, 8 km per szekundumos sebességgel keringve a Föld körül, 90 percenként megnézve egy naplementét és egy napfelkeltét. Ez egy olyan 1-3 hónapos felkészítés, és itt már tessék figyelni az embertüknek a méretét, ugye 7600 millió forint, tehát 7,6 milliárd forint. Itt most mindenki behelyettesítheti, hogy mondjuk Magyarország mire költ éppen 7,6 milliárdot, vagy 5-öt, vagy 10-et. Ezt lehet így 2-4 nap alatt plusz a felkészítés elkölteni, illetve van egy olyan opció, hogy valaki eljuthat a nemzetközi űrállomásra, 400 kilométeres magasságból, mondjuk egy ilyen bő egy hetet eltölt, erre ha 3-6 hónapig kell készülni, ez körülbelül olyan 15 milliárd forinttól, tehát 15 ezer millió forinttól indul ma, és hát itt az előző élményekhez képest azért egy plusz élmény az, hogy ott már van tér, tehát ott ugye egy űrállomás belsejében lehet mozogni, úszkálni. És elérkeztünk az utolsó diához, akkor egy ilyen összefoglalás arról, hogy hogyan állunk ma, és miért gondolják sokan azt, hogy ez az év, vagy hát legrosszabb esetben a jövő év lesz a kiteljesedése az űrturizmusnak. Ha szerencsénk van, vagy a szerencséseknek szerencséje van, akkor a VSS Unity szárnyas szerkezet, illetve a New Shepard rakéta akár még az idén, az idei év végén vihet űrturistákat 100 kilométeres magasságba. Érdemes megemlíteni, hogy a Virgin Galactic az ilyen utakra már 600 jegyet adott el. Persze, ha valaki most a 600-at megszorozza 250 ezer dollárral, akkor azért még messze vagyunk attól, hogy ez profitábilis legyen. Nagyon érdekes, mert igen, az oroszokról nem beszéltem, hiszen alapvetően az űrhajók irányából közelítettük a kérdést, de októberre, idén októberre tervezi a Soyuz MS-19 indítását a nemzetközi űrállomásra, amin egy orosz astronauta, Skaplerov lesz a parancsnok, aki mellett egy filmrendező és egy ma még meg nem nevezett színésznő repülne játékfilmet forgatni a nemzetközi űrállomáson. De hát ők turisták, csak nem saját zsebből fizetik az útjukat, hanem a filmstúdió fizeti. Szintén az év vége előttre ígéri azt a SpaceX, hogy megpróbálja ezt a 2-4 napos tisztán turista utat végrehajtani, amikor nem kapcsolódnak az űrállomáshoz, illetve még megpróbálnak beszuszakolni egy olyan űrturistás utat, ahol 3-5 nap, vagy 2-4 nap, hát mindent lehet olvasni, meghallani,
lenne ezen a bizonyos 1000 kilométer magas pályán, ahol igen, jól emlékeztem, a Gemini 11 és az Apollo járt, és aztán 2021 decemberében még a Soyuz MS-20 megint menetrend szerinti úta a nemzetközi űrállomáshoz. Misurkin parancsnok vinne föl egy Meislinger nevű osztrák hölgyet, és egy ma még meg nem nevezett űrturistát 12 napra nemzetközi űrállomásra. És akkor én ideértem az utolsó, hát ha jól emlékszem, 5 óra 10-kor kezdtünk, most 6 óra 11 van, úgyhogy én köszönöm a megtisztelő figyelmet. Remélem mindenki talált elő képzettségétől függetlenül valami érdekeset ebben az előadásban. Köszönöm szépen! Nagyon köszönjük, Laci! Köszönjük szépen az előadást! Érkezett egy-két észrevétel. Kész vagy? Igen, itt van, igen. Egyrészt van, aki nagyon szeretne már most indulni, van, aki csodálkozott, hogy már ennyi jegyet eladtak. Zsombor Gábor írta, hogy a Teher Dragon átalakítás elavult információ, a Krug Dragon és a Teher Szállító Dragon 2 strukturálisan különbözik egymástól, már a nyomásálló test kialakításánál. Nincs tervben már átalakítás a kettő között. Ezt írja Zsombor Gábor. Igen, ezt értem, de ha a Gábor figyelt, akkor ugye arról volt szó, hogy nem véletlenül mondtam, hogy engedélyezi a NASA, hogy ne csak teherőhajóként lehessen újra használni az első repülés után. Én ezt nem bontottam ki az igazságnak a részleteit, de igen. Köszönöm a kiegészítést, ez fontos, hogy ezt így tisztáztuk, de jó, ugyanerre gondoltunk, én nekem volt itt 56 diám, úgyhogy eléggé meg kellett húzni, hogy miről beszélek, miről nem, de ez egy fontos információ, hogy mindenképpen köszönöm. Még egy kérdés érkezett, hol lehet utána nézni, hogy milyen kísérleteket végeztek már el a nemzetközi űrállomáson, mi a terv, ha lesz magyar asztronauta, milyen tudományos kísérleteket fog elvégezni. A második kérdésre én válaszolok, még nem lehet tudni a magyar asztronautáról se azt, hogy lesz, mikor lesz, milyen kísérleteket fog elvégezni, de hétfőn biztosan lesz szó erről is. Igen. Igen, hát az első, hogy ennek hol lehet utána nézni, hogy milyen kísérleteket végeztek a nemzetközi űrállomáson, hát erre azt tudom mondani, hogy miután, nem is tudom, tavaly előtt volt, hogy 20 éves volt a nemzetközi űrállomás, volt ilyen előadói ülés még, ilyen békebeli, tehát itt teremben, székeken, nem vagyok jó így az évszámokban. Tehát azért itt 20 évnek az anyagának egy helyen szerintem nem lehet utána nézni. Tehát én csak azt tudom javasolni az illetőnek, hogy Google Experiments on International Space Station, és akkor elkezd zuhanni, csak győzze, hiszen rengeteg ország dolgozott fönt, voltak nemzeti programok, voltak nemzetközi programok, volt olyan időszak, amikor akár 10 űrhajós volt fönt egyszerre még az űrrepülőgépek idejében, tehát ez egyszerűen befogadhatatlan. Én azt gondolom, ez annyira befogadhatatlan, hogy ha ma leállítanák a nemzetközi űrállomást, és már senki nem menne föl, ez a 20 plusz év, ez annyi kutatási anyagot hozott össze a világ több tucat országában, hogy ebből még a következő 50 évben lehetne doktori disszertációkat, diplomunkákat írni, új anyagokat, eljárásokat kidolgozni. Gondoljunk arra, hogy a Farkas Bertalannak az az útja, ami egy hétig tartott a Szaljut 6-ra, abból utána évtizedekig építkezett gyakorlatilag egy magyar kutató és mérnök generáció. Tehát én tényleg nem tudok erre más mondani, szerencsére van Google ma már. És az űrvilágon is megjelent jó néhány. Hát azt köszönöm, hogy te népszerűsíted, én azért hallgattam, mert ott igen, ott van alul az űrvilág logó, tehát persze ott rá lehet keresni, de ott is hát zuhogni fog, mert ugye 2002. szeptemberében indult az űrvilág, és szerintem egy ilyen évi 400-450, talán most már több cikk kerül föl, aminek nyilván egy jelentős része az a nemzetközi űrállomáshoz kötődik. Uh-huh.
Több észrevétel van, hogy nagyon jó volt az előadás, és köszönjük. Többek között Almár Iván is üzente, hogy gratulál. Köszönöm. Jött még egy kérdés. A szuborbitális turizmusnak lesz-e jövője? Inkább orbitálisra fizetnék, ha az ár elérhető lenne idővel. Hát nem tudom, most még, ennyi, még ki vagyok adva? Engem látok, hogy a képernyőmet. Látszik a képernyőt. Jó, tehát azért pontosan az ilyen jellegű gondolatok miatt van az, hogy én igyekeztem ilyen szorzókat ott a zárójelekbe bepakolni. Tehát amikor egy szuborbitális repülés, az ugye itt 30-33-mal szerepel, akkor ha most azt tekintjük egy egységnek, akkor lehet látni, hogy az orbitális repülés az 3800, meg 7500, tehát ha jól számolom, akkor a 100-200 szorosa. Tehát én azt gondolom, hogy nem. Tehát nem gondolnám azt, hogy az orbitális repülések egyrészt kiirtanák a szuborbitális repüléseket. Azt gondolom, hogy ez ugyanolyan történet, van, aki olcsóbb ház, valaki van, aki drágábba. Biztos mindenkinek van álom autója, amit úgy szeretne hajtani, ha pénz nem számítana, de hát általában számít, és akkor kötünk valami kompromisszumot. Ez a, ha úgy tetszik, a pszichológiai része. Az biztosra vehető, hogy akár a szuborbitálisé, akár az orbitálisé, az csökkenni fog idővel, tehát ez kijelenthető. Én azt gondolom, hogy viszont ez a különbség, ez meg fog maradni. Meg fog maradni a különbség. Hát most nagyon csúnyát fogok mondani. Ha másért nem, egyszerűen azért, mert ugye az elit az nem akarja, hogy keveredjen a nem elittel, tehát biztos, hogy ezt a különbséget fenn kell tartani azért, hogy az elit számára vonzó legyen az orbitális repülés. Tehát amennyivel csökkenni fog annak az ára, valószínűleg a szuborbitálisé is ugyanannyival fog csökkenni, vagy hát úgy nagyságrendileg ezek együtt fognak mozogni. Úgy látom, hogy nem jött több kérdés, úgyhogy köszönjük szépen az előadást. Köszönjük a Galileo Webcastnak és azon belül is Terpicki Istvánnak a közvetítést. És akkor szeretettel meghívok mindenkit hétfő délután 6 órára, szintén virtuális térben tartjuk a kerekasztal beszélgetést, ahol Ferenc Orsolya, miniszteri biztos, Frey Sándor, az Űrvilág jelenlegi főszerkesztője, és Baros Katalin, aki űrorvosnak készül, ők fognak beszélgetni arról, hogy az ÉZA meghirdette az űrhajós felvételt 11 év után újra, és ezt is itt fogjuk közvetíteni, mindig feszegetjük a határainkat. Köszönjük szépen a részvételt, reméljük, hogy érdekes volt az előadás, és a felvételt majd meg lehet nézni a YouTube csatornánkon. Viszontlátásra! Viszontlátásra!